az volt, hogy első magyar honvédelmi miniszterként meglátogassam a Geilekirchenben szolgáló 2006 óta 11 fővel jelenlévő magyar kontingenst. Arra is, hogy egy több mint 4 órás utat tegyek az EVEX korai előrejelző és felderítő repülőgép, ez a hivatalos neve, fedélzetén. NATO tagállam katonái vannak itt a pilótafülkében, ahol az út nagy részét töltöttem. Török és görög pilóták szolgálnak együtt, és ez mindennél többet mond. Válvetve Európa légterében, Afganisztán légterében és más út látják el azt a nélkülözhetetlen tevékenységet, amely a légi fölényt és a technológiai fölényt a NATO-ba tömörült szövetségeseknek biztosítja. Megtekinthettem egy légi utántöltést, egy légiharc irányítási tevékenységet és egy vadász elfogási gyakorlatot is. Boeing 707 módosított repülőgép fedélzetén. A komponens ezt a típus repüli, jelen pillanatban 17 darab állomásozik Geilekirchen bázisán. A fedélzet bemutatását azzal kezdeném, hogy a fedélzetet alapvetően két fő részre osztjuk. Ugye van a flight crew, a pilóták, illetve a navigátor és a fedélzeti mérnök, aki a repülés biztonságáért felel, és a mission crew, aki ugye az állomány nagyobb részét teszi ki. Ezt láthatjuk is a flight deck bemutatásánál elég nemzetközi jelen pillanatban is. A két pilóta jelenleg Törökországból, a fedélzeti mérnök Kanadából érkezett, és a navigátor görög. Mindenkinek a repülőgép fedélzetén, kivéve a pilótákat, van egyfajta másodlagos beosztása, másodlagos feladata. Ha esetleg bajba kerül a repülőgép, tűzük ki a fedélzeten, vagy egyéb más vészhelyzet adódik, akkor a navigátor természetesen, mivel az ő feladata ilyenkor úgymond hanyagolható, nem a mérnökről beszélek, hiszen ő ilyenkor a legfontosabb, ő átlép automatikusan tűzoltó áll, van neki tűzoltó felszerelés a fedélzeten, és megkezdi a harcot a tűz ellen. Ez a gép képes arra is, hogy légi utántöltést hajtson végre, az előbb hajtottuk végre ezt a feladatot. A következő két munka lesz szintén tiszthelyettesek töltik, egy communication technician és egy system technician. Az egyik a fedélzeti fő számítógépért felelős, annak üzemeltetésért, működtetésért. A communication technician értelemszerűen a fedélzeten elhelyezkedő rengeteg rádió üzemeltetésért, esetleges, ha probléma van velük, akkor hiba elhárításért. Ők itt foglalnak helyet. Az ő konzoluk nagyban hasonlít a többi konzolra is, ami a fedélzeten található, egy kicsit természetesen eltér ettől a feladat jellegétől. A fedélzet ezen részén ugye látható, hogy rendkívül sok kiegészítő berendezés látható vizuálisan a fedélzeten. Ezek mind természetesen az egyéb különböző rádiók vannak benne, amik nem csak itt a fedélzeten, hanem a fedélzet alsó részén is jelentős helyet foglalnak el. Ha tovább megyünk, akkor
további berendezéseket látok. Ez a két óriási nagy doboz, ami már előbb említett fedélzeti számítógép, kettő van belőle, szintén azért, hogyha az egyikkel valami probléma van, akkor a másik egyből a helyére lép. Ez az érdekes berendezés most már ugye nincsen jelentősége, de mikor a repülőgép még fiatal volt, a repülőgép biztonságos, idézőjelben mondom, biztonságos elhagyására szolgált, tehát ejtőernyővel lehetett volna elhagyni a fedélzetet, de rájöttek, hogy gyakorlatilag ez fizikálisan kivitelezhetett, hiszen annyi rádióantenna van a gép alsó részén, hogy gyakorlatilag ez az ember halálát okozna megpróbálná. Úgyhogy ez most használható. A fedélzet ezen részén foglal helyet a Mission Crew, amint látható 14 egyforma konzol található a fedélzet ezen részén. Mindenki a saját feladatának megfelelően tudja beállítani a konzolt. Őri százados jelen pillanatban mutatja a surveillance section. Három tiszthelyettes, jelenlegi beosztásban egy magyar tiszthelyettesünk is repül, Zaurák Tibor zászlós. A középső sor, amit most mutat, az a már korábban említett PIT rész, ahol a Weapon Section, a fegyverzet irányító csoport helyezkedik el. Ennek van egy főnöke, Fighter Allocatornak hívják, neki minimum 2-3, esetleges esetben 4 irányítója van. Ezek az irányítók, illetve a Fighter Allocatorok abban a pozícióban helyezkednek el. Az őri százados most közelebb jön, az a két konzol a Tactical Directornak van fenntartva, ő a Mission Commander, ő felelős a feladat a végrehajtásáért. Még egyszer hangsúlyozom, a feladat végrehajtásáért, a repülőgép biztonságáért, a repülőgép parancsnoka. Ők ketten hasonló jogkörrel rendelkeznek, de a biztonságról van szó, a repülőgép parancsnoka dönt minden esetben. Az utolsó három hely az úgynevezett back row, ahol a surveillance section parancsnoka, a surveillance controller és a passive controller foglal helyet. Három pozíció található itt, nyilván ezért, mert egy-egy beosztást akár több személy is láthat el. Gondolok arra, hogy több passive controller, illetve surveillance controller foglalhat helyet. A surveillance controller jelen esetben ő a surveillance sectionnek a vezetője, és már az előbb említett három tiszthelyettes, akik az első sorban ülnek a front row-ra, ők közvetlenül az ő alárendeltjei. Tehát ők az eljárásokat a surveillance controller parancsa alapján kezdik meg, illetve folytatják. A repülőgép fedélzetén a légiforgalmi radar információkat dolgozzuk fel, azonosított légihelyzetképet állítunk elő, és ezeket digitális adatcsatornákon keresztül a földi telepítésű CRC-khez vagy hasonló rendszerű harcálláspontokra továbbítjuk. Végül elérkeztünk a legutolsó munkaállomáshoz, a radartechnikus foglal helyet, szintén tiszthelyettesi beosztás a fedélzeten. Ő az, aki gyakorlatilag a rendelkezésre álló szenzorokat ki- és bekapcsolja, illetve azoknak az üzemeltetésért felelős, és már az előbb említett probléma elhárításáért is ő az első és egyetlen személy, aki itt a fedélzeten olyan lépéseket tud tenni, ami esetlegesen a radar újraéledéséhez és tovább funkcionáláshoz vezet. Előbb említett radartechnikus ugye ebbe a pozícióba foglal helyet. Az ő munkaállomása talán az egyetlen, ami a repülőgép 30 éves fennállása óta talán nem sokat változott. Szemben a többi konzollal, amit a Mission Crew többi része használ, ez egy viszonylag újabb fejlesztés, tehát visszamenőleg egy 5-6 éves történelmet tudhat eddig maga mögött. Ahol most vagyunk jelen pillanatban, az a repülőgép J compartment, az előbb említett csomag tér, de nem csak csomagok tárolására szolgál, hiszen ez is egy fontos tényező a komponens életében. Rendkívül sokat hagyunk végre kitelepüléseket, akár Afganisztánba vagy Európa más országaiba, és természetesen a repülő személyzetnek a személyes felszerelését itt tudjuk tárolni, valamint egyéb dolgokat is. Különleges védő felszereléseink vannak, ha esetleg olyan helyen kell kényszerleszállás végrehajtanunk, ahol a hőmérséklet az negatív fokokat
érint, tehát beszélek itt komolyabb hidegekről, akár Észak-Norvégia vagy Izland, illetve Kanada területeiről, akkor ez egy különleges hővédő felszerelés, amit saját magunkat tudunk vonni. Plusz, hogyha tengerre kell vészszállást végrehajtanunk, akkor szintén ezt a felszerelést kell magunkra ölteni, plusz még egy vízálló védőruhát, ami a repülőgép oldalába van tárolva. Végezetül a gép leghátsó részében található a gale area, amit az utasok részére tartanak fent, és az egyéb kiegészítő repülőgép személyzetének. Minden egyes üléshez ugyanúgy tartozik oxigénellátó rendszer, hiszen ha valamilyen vészhelyzetbe kerülünk, akkor ugyanúgy az utasoknak is oxigénre van szüksége. Itt látható 2x3 ágy, amit elsősorban a pilóták szoktak használni, hiszen az előbb említett feladatoknál 17-16 órás repülésnél elsősorban a pilótákat kell pihentetni. Ezt le lehet hajtani, ugyanúgy nekik is van oxigénellátó rendszerük, úgyhogy ha alvás közben kerül a gép bajba vagy problémája van, akkor ugyanúgy ők is rá tudnak csatlakoztatni a rendszer oxigénet. A részen látunk a mi kis konyhánk, ahol forró víz, kávé, illetve te a készítéséhez, fagyasztott ételeink a mélyhűtőbe helyezkednek el, azok megmelegítésére egy különleges sütő, ami meleg levegő befúvásával működik, valamint egy egyszerű, normális hűtőszekrény, amivel az élelmiszer tároljuk hosszú repülések végrehajtásához. Mindez együtt már önmagában is elég lenne ahhoz, hogy mély benyomást gyakoroljon rám, de különösen nagy örömömre szolgált az, hogy a magyar katonákat ilyen nagyszerű nemzetközi társaságban ilyen csúcstechnológia kezelése közben megbecsült munkatársként és bajtársként láthattam.